A Szegedi Tudományegyetemen 2015-ben díszdoktori címmel kitüntetett tudósok között volt Joachim Funke professzor, aki a probléma megoldó gondolkodás egyik legelismertebb kutatója. Kiemelkedő szerepet játszott a probléma megoldás számítógépes mérésének megvalósításában is. A hagyományos papíralapú tesztek helyett a diákoknak most számítógépen kell megoldaniuk a feladatokat. Ezekben a pedagógiai vizsgálatokban nem csak arra kíváncsiak a szakemberek, hogy mit lehet tudni a gyerekek tudás szintjéről, hanem arra is, hogyan teljesítenek számukra új, életszerű helyzeteket bemutató feladatokon. Így tudásuk minőségéről és probléma megoldási képességeikről is képet kaphatnak. What is a problem? I think in normal life. Hogy mi is a probléma? A hétköznapokban gyakran megesik, hogy kitűzünk egy célt magunk elé, de hirtelen nem tudjuk, hogyan érhetnénk el azt. Ilyenkor egy problémával szembesülünk. Ezek a helyzetek nyugtalanítóak, ugyanis a célunk megvan, de még nem látjuk az odavezető utat. Hogy ilyenkor mit kell tennünk? Megoldásokat kell találnunk. Nagyon fontos, hogyha valami nem úgy működik, ahogy mi azt kigondoltuk, meg kell próbálnunk kijavítani azt. Ez az, amit mi probléma megoldásnak nevezünk. Joachim Funke a Heidelbergi Egyetem Pszichológiai Intézetének professzora, a probléma megoldás és az általános értelmi képességek kutatásának egyik legnagyobb hatású képviselője. Kutatási területe a gondolkodás fejlődése, a komplex probléma megoldás és a döntéshozatal dinamikája. 2012-ben ő volt az a kutató, aki a PISA felmérés probléma megoldással foglalkozó szakmai csoportját vezette. Több mint 300 nemzetközi publikációja van. Hivatkozásainak száma meghaladja 4000-et. Joachim Funke írásaival számos hazai és nemzetközi szakember szemléletmódját meghatározta, sőt, több szegedi kutató pályájára is jelentős hatást gyakorolt. 1999-ben kezdtem el PhD-zni, és hát akkor még kerestem a témát, mivel szeretnék foglalkozni, mit szeretnék kutatni. Nagyon-nagyon érdekelt az, hogy a diákok hogyan tudják iskolán kívül mindazt alkalmazni, amit az iskolában elsajátítottak. És hát ezzel kezdtem el foglalkozni, a tudástranszferrel, és amikor Csapó Benő, aki a témavezető volt, és a mai napig egyébként annak tartom, egy PISA ülésről hazajött, akkor javasolt nekem egy könyvet, egy komplex probléma megoldás könyvet, amit egyébként egyrészt Joachim Funke írt. Én akkor azt elolvastam, és eldöntöttem, hogy igen, beleszerettem ebbe a témába. Ezt követően Molnár Gyöngyvér a Funke által kidolgozott modellt vette alapul saját kutatásaihoz, később pedig a számítógép alapú méréseibe és az általa kidolgozott feladatokat adaptálta. Molnár professzor a probléma megoldással kapcsolatos hazai kutatások jelenlegi állásáról számolt be a Joachim Funke díszdoktora avatásának tiszteletére szervezett workshopon. A rendezvényen több külföldi kutató is bemutatta a legfrissebb eredményeit. A heidelbergi professzor előadásán felbuzdulva, mi is arra a kérdésre kerestük a választ, miért fontos a probléma megoldás folyamatával foglalkozni. A probléma megoldása a hétköznapokon túl mindenfajta tananyag esetén is szükség van. Ha a diákoknak számukra új feladatokon kell dolgozniuk, akkor ez gondot okozhat. Van egy adott helyzet, és van egy célállapot, de nem tudják a tanulók, hogyan jussanak el egyikből a másikba. Ez számukra problémát jelenthet. A probléma megoldás mindenütt jelen van. Ezt egyfajta gondolkodási mechanizmusnak is hívhatjuk az életünkben. Komplex világunkban szükségünk van a probléma megoldás képességére a túléléshez, és ahhoz, hogy hozzájáruljunk társadalmunk működéséhez. Azt hiszem, Joachim Funkét a 90-es évek óta ismerem. Csapó Benő hívott meg erre az eseményre, és én rögtön igent mondtam. Mi ugyanis együttműködési kapcsolatban állunk a Szegedi Egyetemmel, jelenleg is egy nagyszabású vizsgálat zajlik Helsinkiben az EDIA segítségével. És persze szerettem volna gratulálni Joachim Funkének és Benőnek, hogy a díszdoktori címet egy pedagógiával foglalkozó szakember kaphatta meg. Ez rendkívül fontos szerintem. Joachim Funke és a Szegedi Egyetem munkatársai régóta aktív szakmai kapcsolatot ápolnak. A szakmai kiválóság mellett ez volt a másik feltétele annak, hogy a professzort a Szegedi Tudományegyetem díszdoktorává avassák.
Amikor már fölmerül valakinek a neve abban a vonatkozásban, hogy díszdoktorrá váljék, az ugye alapvető feltétel a szabályzat szerint, az egyetemi szabályzat szerint, hogy szoros kapcsolatokat ápoljon szegedi kollégákkal, a Szegedi Tudományi Egyetemmel, sok esetben elvárás az, hogy a hallgatókkal is komoly kapcsolat legyen, mármint a mi hallgatóinkkal. Számtalanszor járt itt nálunk, konferencia előadó volt, van egy workshopunk, aminek rendszeres résztvevője, és néhány éve csatlakozott a doktori iskolánkhoz, ami azt jelenti, hogy rendszeresen tart előadásokat a fiataloknak. Ezeknek a kritériumoknak megfelelt, és nagyon boldogok vagyunk, hogy a szenátus elfogadta ezt a jelölést. Nagyon büszke vagyok arra, hogy megkaphattam a díszdoktori címet, ez az első díszdoktori kitüntetésem. Az is büszkeséggel tölt el, hogy pont a Szegedi Egyetemtől kaphattam meg ezt a címet, ez ugyanis az eddigi közös kutatómunkánk megbecsülését is jelenti számomra. Mindennek elismerése a nyilvánosság előtt is nagy örömömre szolgált. Boldog vagyok, hogy a Szegedi Egyetem díszdoktora lehetek. A hivatalos ünnepség után a workshop résztvevői egy apró meglepetéssel is készültek a professzornak. Funke kedvenc dalával a Yesterday-jel köszöntötték a Szegedi Egyetem új díszdoktorát. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.